nagyon sokat kell gyümölcsöt tenni. Nagyon sokat kell tornázni. Nagyon sokat kell pihenni. Már a gyerekek is tudják, mi az egészséges életmód záloga. A kicsik esetében a helyes táplálkozás mellett az önfelett szabadtéri játék a legfontosabb a szakemberek szerint. Az újfehértói játékvár bölcsőde 2,6 millió forintot nyert arra, hogy népszerűsítse a mozgást, tartalmas programokat szervezzen, emellett fölhívja a családok és a közösen eltöltött szabadidő fontosságára a figyelmet. Kutatási eredmények bizonyítják azt, hogy sajnos a mai gyerekeknek az egészségállapota lényegesen rosszabb, mint a szüleiké. Mozgásszervi problémával rendelkeznek, lényegesen több azoknak a gyerekeknek a száma, aki cukorbeteg, aki aszmás és mozgásszervi tartásbeli problémával rendelkezik. A felmérések szerint egyre gyakoribbak a mozgásszervi és testtartásbeli problémák, valamint egyre több az aszmás és cukorbeteg gyerek. Ennek oka, hogy sokat ülnek a televízió és a számítógép előtt, sok cukros italt és édességet fogyasztanak. A harmonikus test és lelki fejlődés érdekében Újfehérton több tartalmas szabadidős programmal várják a családokat. Nyíregyháza és Debrecen ölelésében szeretnék egy olyan város kialakítani, ahol a fiatalok és a fiatal családok jól érzik magukat. Ezekből a két nagyvárosból, vagy a környező kis települések is dönthetnek úgy, vagy döntsenek úgy, hogy itt Újfehérton szeretnének élni, és itt telepedjenek le. Ehhez nekünk nagyon fontos az, hogy olyan infrastruktúrális fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyek az itt lakók életkörülményeit javítják. Építsünk a gyerekeknek minél több játszóteret, minél több kikapcsolódási lehetőséget a fiataloknak, hiszen úgy gondolom, hogy Újfehérton egy olyan gyönyörű város, aminek ezt az adottságát, amivel rendelkezik, ki kell használnunk, és nagyon fontos az, hogy a fiatalokat helyben tartsuk, illetve minél több fiatalt hozzunk ide a városba. Ennek ugye több útja van, munkahelyteremtés, élhető körülmények kialakítása, nem túl magas ingatlanárak. Úgy gondolom Újfehérton ebben mind a háromban jól szerepelhet, úgyhogy nagyon fontos, hogy minél több fiatalt hozzunk ide Újfehértől. A családi napon kerekítő foglalkozással melegítettek be a legkisebbek, majd zenés táncos felvonulás után a múzeumkertben folytatódtak a programok. Az uniós program keretében november végéig előadásokat is szerveznek különböző témákban. Szó lesz például a gyermekkori mozgásfejlődésről, a gyermekek lelki fejlődéséről és az egészséges táplálkozásról is.